A befektetés ösztönzési fórum meghívottjai Máté Szalkán betekintést nyerhettek egy vármegyei Decentrum befektetési környezetébe, továbbá egy Paktum szervezeti tag a Szatmár Optikai Kft. Munkaerőpiaci kihívásaiba. Jelenleg ők is munkaerőhiánnyal küzdenek, de rengeteg energiát fektetnek abba, hogy saját maguk képezzék ki a cég számára releváns, hasznos munkaerőt. Nálunk az egyik legnagyobb érték a munkaerő és a munkatársaink. Mi az angol Specsavers vállalatnak vagyunk a tagja, ahol cégcsoport szinten is ez egy kiemelten fontos terület, és azt gondoljuk, hogy a munkatársainkba való befektetés az a legnagyobb érték és a legjobban megtérülő befektetés. Természetesen ezen kívül mi is folyamatosan bővülünk, mert 13 éve 9 fővel indultunk, és most 608 dolgozónk van, tehát ehhez épületet is fejleszteni kell, a gyártókapacitást is fejleszteni kell, a technológiát fejleszteni kell, de ami legfontosabb az, hogy az embereknek a tudása és a képessége fejlődjön ezekhez a folyamatokhoz. A rendezvény és a kerekasztal beszélgetés kiváló lehetőséget biztosít a tapasztalatok cseréjére. Hanusi Péter Máté Szalka polgármestere úgy látja, a városban pozitív folyamatok indultak el. A cégvezetőkkel és a megyei önkormányzattal közös gondolkodás az alapja az elért eredményeiknek. Nagyon büszke vagyok arra, hogy most a mai nap folyamán elsősorban arról van szó, hogy Máté Szalkán olyan jó gyakorlatok működnek, amely a megye több pontjára is adaptálhatóak. Nagyon erős együttműködés zajlik a megyei önkormányzat és Máté Szalka között, például a foglalkoztatási paktum területén, annál is inkább, mert elnök úr kérésére én képviselem a megyében lévő vállalkozásokat ebben az irányító csoportban, amely a fejlesztési foglalkoztatási pályázatok kapcsán döntési helyzetben van. Ez is nyilvánvalóan erősíti azt a lehetőséget, hogy Máté Szalkai vállalkozások is ebből a fejlesztésből részesüljenek. Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke elmondta, ambíciózus terveik vannak az elkövetkezendő 7 évre is. Máté Szalka különösképpen pozitív példát tár az érteklődő elé az együttműködések tekintetében. Ennek az itteni programnak az a célja, hogy megyei nem csak foglalkoztatás, hanem gazdaságfejlesztési tervet is készítsünk, illetve olyan kézikönyvet, internetes felületet adjunk a bármegyébe betelepülni kívánó vállalkozásoknak, amelyek segítségével tudják hozni a befektetői döntéseket. Nem régen készült ilyen a megyében, ez az ambíciózus célunk. Ennek az első üteme el fog készülni még a TOP keretében, de a továbbfejlesztését tervezzük a TOP plusz pályázati program keretében, amelynek kitüntetett gazdasági helyszíne nyilván van Máté Szalka, úgyhogy hallottuk örömmel polgármester úrtól, hogy 2-3%-os a munkanélküliség, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag nincs. Sőt, tehát a cégek leginkább nem csak Máté Szalkán, de itt Máté Szalkán igazán jelentős mértékben munkaerő hiánnyal küzdenek inkább. A foglalkoztatási gazdaságfejlesztési együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében című projekt a helyi erősségek azonosítására és a jó gyakorlatok megismerésére nyithat új lehetőséget.